Kerekes István van piros nadrágban, rövid nadrágban, még hosszú fekete nadrágban Varga Zoltán. Kerekes már is kapott egy rugást. Ez most elszállt. Megpróbál támadni most Kerekes. Aztán inkább védekezés lett a dologból. Ez volt az a rugás, amit az elején még nem engedtek az utcai harcban. Igen, az a támasztott térrugás még nem volt. El kellett engedni, de hát ez annyira nem ellenőrizhető. És ez egész óvási alapot ad. Hát igen, de hát az egyik leghatékonyabb. Közelharcban az egyik leghatékonyabb technika. Kezdeti lendület egy kicsit aláfagyott Vargánál, bár ő irányít. Igen, hát ő kivárja, tehát a sportolónak azért tudnia kell, hogy mikor indít, mikor mozog el, mikor gyűjt össze a levegőt. Egyelőre csak védekezik Kerekes. Varga, akinek egyébként nagyon kidolgozott teste van. Méregeti a távolságot, aztán... Igen, egy felütés szépen benn volt. A rugás miatt került. Igen, a combrugás. Ha ezt meg kell szokni, ezt felkészületlenül nem szabad így elindulni. Kerekesnek érzik is egyébként a foga rendesen. Rászámol a bíró. Igen, ott látjuk a belső combjánál, térdhajlatnál, hogy már be is tilult, tehát a combrugás az nagyon ott volt. Újra csak védekezik Kerekes. Kapja a combrugásokat rendesen, egyszer-egyszer visszarúg, de hármat, négyet kap. De nagyon jó bírja, tehát eddig nagyon jó. Bírt az ütéseket, rugásokat. Óriási rugásokat kap. Hatalmas csattanás. Azt hiszem, ettől igazán jó Varga, hogy nem ront rá. Újabb szemrugás, és azt is nagyon jól csinálja, hogy mindig ugyanoda rúg. Hopp, ismét oda kapott rugást. Kerekesnek a bal térdéhez rúg kívülről. Persze kézzel is dolgozik, de Kerekes nagyon jól bírja. Szinte csak védekezik. Igen, ilyen szívvel, ha valakinek kiáll sportolni, komoly eredményeket elérhet. Tehát még támadni is nem sportolt. Nem sportolt, itt egy lehetőség volt. Hát ugye elfáradt. Tehát ez egy igazi bizonyítási lehetőség. Int, hogy nem folytatja tovább, bemegy a törölköző. A mérkőzés, különösen a feladta a versenyző, és a kicserepa Dugolin Zoltán!